Kolitka Róbert atya berceli plébánosul itt velem. Szenvedicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Róbi atya, most lett vége nemrég a Szent Atyasz mai szerdai audienciájának. Te és Tekulics Judit volt az, aki szinkrontolmácsolásban tolmácsolta a nézők felé, hogy mit is tanít Ferenc pápa. Mi volt a mai gondolata, a mai fő gondolata? A fő gondolata a mai audienciának Szent Pál apostolnak egy látomásából, illetve ebből fakadó cselekedeteiből fakadt. Egy látomásban a Szentlélek arra indította, hogy menjen Makedóniába Szent Pál, és ott is hirdesse az evangéliumot, és Troászban hajóra szállnak, és miután megérkeznek Makedóniába, ott először Lídiával találkoznak, akinek hirdeti az evangéliumot, majd aztán megkeresztelkedik, ő is, az egész családja is, illetve az evangéliummal kapcsolatban, az evangélium tanításával kapcsolatban tudja elmélyíteni azt a hitet, amely Lídiában jelen van, tehát egy női szereplő szintén a Szentírásban. Aztán, amit még a Szent Atya hangsúlyozott a prédikációjában, tehát az üzenetében, az az, hogy Pál apostolnak szembe kell nézni azzal, hogy börtönbe kerül, és a börtönben való jelenlétében is hívja a Szent Lelket. A Szentléleknek egy csodás megnyilvánulása, hogy földrengés támad, és a földrengésben kinyílnak azok a lakatok, zárok, amelyek őket fogva tartották, és ezután a börtönőr, aki vigyázott rájuk, akinek az életével kellett felelnie azért, hogy a rabok bent maradjanak a börtönben, az arab fordításban találkoztunk, ez az arab nyelvű megfogalmazásban, hogy bizony ő már az öngyilkosságot fontolgatta, amikor látta, hogy nem szöktek el a rabjai. És ennek hatására ő is megtér, megkeresztelkedik családjával együtt. Tehát ez a három fő gondolat jelent meg a Szent Atya mai audienciájában. Amikor a Szent Atya rákészül minden szerdán, hogy mit fog mondani, akkor vajon mi alapján választja ki az idézetet? Ugye most ez az audiencia egy sorozat részeként az apostolok cselekedeteinek a missziós útjairól való elmélkedés sorozatnak a része. Ami most kiemelésre kerül Szent Pál apostolnál, az egy kicsikét összecseng a Szent Atyának azon gondolatával, hogy tudatosítsuk, hogy az evangélium továbbadása egyfajta inkulturációt, tehát a megfelelő társadalmi környezetbe, kultúrába való beillesztést is jelent, és azt is tudatosítani akarja maga az apostolok cselekedete, hogy az evangélium az bármi számunkra természetes, hogy az egyháznak a középpontja Európa, de alapvetően nem innen indul ki. Az evangélium üzenetét Közel-Keletről hozzák át hozzánk Európába is, és bár most mindenki úgy tekint az egyházra, hogy annak a szíve, a Vatikán város az Európa közepében található, de az evangélium üzenete sem innen ered közvetlenül, hanem Jézus Palesztinában, Közel-Keleten hirdeti először az evangéliumot. Ami érdekesség lehet számunkra, a Szent Atyának a beszédjében hangsúlyozza, hogy először nőknek hirdeti az evangéliumot, Pál apostol is, nyilván Pálra és Szilásra is odairányítja a figyelmünket, de arra, hogy Lídia és az ő családja megkeresztelkedik, illetve egy jósnőre is irányítja a figyelmünket, aki ugye gonosz lélektől megszállva egy rabszolganőként él ezzel a lehetőséggel, hogy a jövendőt úgymond megjósolja azok számára, akik kérik tőle. És Pál apostol, mikor kiűzi belőle ezt a gonosz lelket, utána megszűnik ez a jós képessége, illetve az evangélium tölti el, ami már nyilván nem igényli a babonaságot, nem igényli ezt a jós tehetséget. És ez azért is fontos talán, hogyha egy kicsikét kitekintünk a gondolatoknak a hátterére, hogy a Szent Atya ezt az üzenetet tovább akarja erősíteni, hogy mennyire hangsúlyos a nőknek a szerepe, mert az elmúlt napokban záródott le
a pánamazóniai szinódus, amely egyik szavazásán ugye szóba került a női szolgálatnak, a diakonisszai szolgálatnak a szerepe a pánamazóniai, az amazóniai térségben, illetve hogy a nők hogyan szolgálhatják az egyházunkat. És ez azért fontos, mert mikor diakonisszákról beszélünk az egyháznak a történetében, akkor ott sem azzal kell számolnunk, hogy úgymond nők álltak az oltárnak a másik oldalán, és úgymond kvázi szentmisét mutattak be, mert nem erről van szó, hanem hogy a nők igenis hangsúlyos szerepet játszanak az evangélium továbbadásában, az evangélium üzenetének a tolmácsolásában, akár utána az egész családjukra hatással vannak, vagy segítik a munkájukkal, az életükkel, az egyháznak, úgymond az egyháznak a szükségleteit, hogy így fogalmazzak, tehát, hogy valamit enni szükséges azoknak a szolgálattevőknek is, mint például Pál vagy Szilás, akik az evangéliumot továbbadják. Illetve nyilván azt is hangsúlyozni kell, hogy a nők szerepe nem elhanyagolható a Szentírásban, és egyáltalán Máriára, ígédesanyánkra is irányítjuk figyelmünket. Az előző két audiencián is találkoztunk ezzel, hogy október hónap van. Máriának a hónapja, rózsafüzér hónapja, amelyben szükségszerűen odairányítjuk a figyelmünket arra, hogy az egyházban igenis jelentős szerepet vállalnak a nők. Mai napig is. Már szerintem másfél hónapja, hogy közvetítjük szerdánként az audienciát, egy kivételével mindig itt voltál, és mi is kapunk délutánonként telefonokat, hogy milyen jó, hogy ezt bevezettük, hogy egyenesen élőadásból kapcsoljuk Ferenc pápát, és még ráadásul magyar szinkrontolmácsolásban is. De feléd is jönnek visszajelzések ezekre a tanításokra, vagy te is tudsz a mindennapi életbe, vagy akár a prédikációba beépíteni ebből elemeket, hogy a Szentatya elindított egy fonalat, és akkor ezt már az emberek azért tovább viszik? Nyilván az emberekre hatással van, hogy látják ezeket az audienciákat, és azért is tartom fontosnak, és nyilván ez beleépül a lelkipásztorkodásba is, mert azzal találkozom, hogy az emberek nem egészen látják a mindennapjaikban, hogy Ferenc, vagyis a jelenlegi Szentatyánk, hogy magát ő szokta nevezni, tehát nem Ferenc pápának, hanem egyszerűen Ferencnek, mennyire közvetlen, mennyire emberközeli, hogy ő nem egy elvont, exakt, úgymond teológiai elméletből fakadó egyházképben gondolkodik, hanem alapvetően emberközpontúan akarja a Krisztussal való kapcsolatunkat elmélyíteni. És az audienciák erre világítanak egyre mélyebben rá. Illetve a Szentatyának azon gondolatai, amiket az elmúlt másfél hónapban hangsúlyoztak, szintén arra irányítják figyelmünket, hogy erősítsük mi is a Szentatya tanításának a megismerését. Gondolhatunk akár a missziós körlevelére, amit ugye még júliusban fogalmazott, de ami most missziós vasárnapján juthatott el hozzánk, hogy ott is a missziók ügyét, hogy hogyan tudjuk inkulturáció által a saját életünk részévé tenni újra Krisztust. És ez az inkulturációs gondolat, ez nem idegen a ma Európájától sem. Tehát azzal találkozunk, hogy most is feladatunk az evangélium továbbadása, hiszen az az Európa, amely természetes módon a középkor Európájában szinte 100%-osan keresztény volt, az az Európa most újra nagyon sok esetben missziós területté válik, többek között akár Magyarországon is, ahol sokan nem hallanak az evangéliumról. Nem tudják, nem értik a Szentatyának az üzenetét, amely mindenképpen a közvetlenségről, a Krisztussal való szeretett kapcsolatról szól, illetve arról, hogy feladatunk, küldetésünk van az egyházban. És éppen ezért nagyon sokan, akik úgymond a Szentatyáról csak innen-onnan, másodkézből, vagy éppen olyan sajtó megnyilvánulásokból hallanak, amelyek nem feltétlenül pozitív szemmel nézik a Szentatyának a tevékenységét, talán félrevezetésre, manipulációra teszik úgymond hajlamossá az embereket, tehát hogy félrevezetik akár egymást is. Az evangélium továbbadása ugyanis arról szól, hogy mi keressük a krisztusi igazságot, keressük az evangélium örömhírét a mi életünkben is, és ezt továbbadjuk másoknak. És ez azért fontos, mert
hogyha elkezdjük továbbadni ezt az evangéliumot, hogy mennyire fontos például a nők szerep, amit a Szent Atya mai napon is hangsúlyoz, akkor látjuk, hogy igazából ez történik a mai Európában, mai Magyarországon is. Hogyha szétnézek a templomaimban lelki pásztorként, akkor azzal találkozom, hogy nem úgymond férfiakkal vannak tele a templomaink, hanem nagyon sok esetben azokkal a nőkkel, akik kicsit még fogékonyabbak az evangéliumra, pedig nyilván itt nincsen ilyen nembeli szegregáció az egyházon belül sem. Egyszerűen valahol ezzel az arányjal találkozom. Vagy hogyha megnézem én is a saját közösségi média felületeimet, azzal találkozom, hogy akár YouTube csatornák esetében, vagy Facebook csatornák esetében, túlnyomó többségben, nem minden esetben ez igaz, de túlnyomó többségben azért nők keresik az evangélium továbbadásának a forrásait, úgymond így tudnám megfogalmazni a közösségi média felületeket, illetve nyilván ők osztják meg nagyobb előszeretettel ezeket, úgymond ezzel evangelizálva is. Hiszen, ha valaki megnézi az audienciát, erről elkezd beszélgetni a szomszédjával, vagy ismerősével, akkor ezáltal, úgymond, de ezáltal is az evangélium továbbadását valósítja ő meg. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Robi atya. Én is köszönöm a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.